Locsoló fejeket telepítenek a munkások a Dunaújvárosi stadionban. A termőföld réteg lefektetését követően ugyanis gondoskodni kell annak megfelelő nedvesség tartalmáról is. A nagy meleg miatt várhatóan már a gyepszőnyeget is leterítik. A gyepszőnyeg fogadására készen áll a pálya. Itt mellettünk nem messze még végzik a finom beállításokat, beszabályozásokat az automata öntözőrendszerrel. Amint elmegy ez a hőség, várhatóan a jövő héten, hétfőn, kedden kezdjük a gyepszőnyegezést. Állnak, most már lehet látni a pályán a labdafogóhálók. A munkálatok befejezésével tovább kell gondozni a 170 millió forintos állami beruházásból megvalósult pályatestet. Csomor Sándor beruházási menedzser kiemelte, ez a feladat nagy szakértelmet kíván. Azt a kivitelezőt, aki ezt a pályát most építette, részben őt fogják megbízni alvállalkozásban természetesen a pálya fenntartással. Hát itt komoly szakmai tudásra van azért szükség. Részben ezt már megszerezte a pálya üzemeltetője is, és hát majd az évek hozzák meg, amikor aztán teljes egészében átvehetik a pálya kivitelezőjétől a fenntartási munkákat. 2014-ben a magyar állam 600 millió forintot biztosított arra, hogy megkezdődjön a Dunaújvárosi stadion több lépcsőből álló rekonstrukciója. Ebből az összegből elkészült a televíziós közvetítések miatt elengedhetetlen világítás, valamint az eredményjelző. A következő ütemben a pályatest rekonstrukcióját végzik el, amely magában foglalja az öntözőrendszer, a vízelvezetés, valamint a pályafűtés kialakítását is. Ahogy azt önök is láthatják, a termőföld réteg is bekerült a Dunaújvárosi stadionba, ezt követően leterítik a gyepszőnyeget, majd egy hónap múlva már hazai pályán játszhatja mérkőzéseit a Dunaújváros Pase csapata. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította.